A General Inspect Kft. 1986-ban alakult. Vállalatunk már a 20 000 négyzetméter területű telephelyeken működik. Járműparkunk jelenleg 23 darab 40 tonnás szerelvényből és 7 darab 12 tonnás tehergépkocsiból áll. Főtevékenységi körünk a nemzetközi árufuvarozás. Célpiacunk a nyugat-európai import-export vállalatok, valamint a legnagyobb gyártók. Nagy mennyiségben acélárut, papírárut és szerelvényeket fuvarozunk. Jelentősebb megbízóinkkal kapcsolatunk több mint 20 éve folyamatos. Megrendelőink bizalommal fordulnak felénk, hiszen gondoskodunk róla, hogy küldeménye eljusson időben. Bárhova, bármilyen körülmények között. General International Transport. Úton. Thank you.
Nem vallottunk szégyent idegenbe, természetesen az időjárási körülmények mindkét csapatot megzavarhatták, azért én azt gondolom a sáros vizes pálya még kevésbé, de inkább ez a szeles idő az, ami ellen nem lehet sehogy se védekezni. Ha ugye a hazaiak is elég játszós csapatnak mondható, mi is próbálunk azért egy passzolós focit játszani. Hát ugye nyilván itt azért a környezeti körülmények ezt nem tették lehetővé, egyikünknek se. Hát csalódottak nem vagyunk. Most lesz egy kis szünetünk, ugye is január elején kezdjük, megpróbáljuk nyilván a 12. helyet elérni minimum. Az első fél időben azt gondolom, hogy valamivel jobbak voltunk, másodikban azért a helyzetek és a gólok alapján megérdemelten nyertünk, de amit te is mondtál, a pálya talaja nem is volt olyan jó, de hát próbálgattunk játszani, de inkább Brusztról szólt ez az egész mai napon, de azt gondolom megérdemelten nyertünk. Egy gólos mérkőzésnek nézett ki ez a dolog, úgyhogy fél időben mondtam is a srácoknak, hogy egy góllal lehet nyerni, de ahhoz egy picit jobban kell játszani, meg egy picit alázatosabban. Úgyhogy ez be is igazolódott, sikerült megszerezni a vezetést, bár voltak helyzeteink előtte, tehát három óriási helyzetünk volt, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemeltünk, szereztük vezetést. Aztán rá is tudtunk még egyet rúgni, a végén figyelmetlenek voltunk, aztán kaptunk egyet, így egy kicsit a vége egy izgulósabb lett, de gratulálok a csapatnak, mert egész év folyamán és a mai mérkőzésen is jól teljesítettek, mai nap folyamán több fiatalabb játékost tudtam szerepeltetni a csapatba, de ettől függetlenül meg kell említenem, Molnár Péter, Báló Tamás és a Bognár Dávid vezetésével a csapat rendkívül jól teljesített.